Oké, nem. Nem lehet. Menjünk egy kicsit vissza. Nézzük meg a lehetőségeket. Lehet, hogy itt másfelé is el lehet ám menni. Igen. Szerintem itt lesz majd. Arra felé például nem voltunk. Ja, akkor lehet, hogy 400. Lehet, hogy ilyen, én ilyen 470. Na mindegy, nem tudom, nagyon sok, nagyon sok. Lehet, hogy 5 a max. Fogalmam nincs. Van ilyen páncélunk? De ez szerintem nincs ilyen páncélunk, nem? Ez van. Nincs bukott páncéldarabunk. Sajnos. De azt mondja, hogy itt kell keresgélni. Talán... Hol jöttem be? Na, ezen a részen nem voltam még. Oké, akkor erre kell menni. Őszintén szóval fogalmam sincs, hogy melyik az a... Hogy mennyi az a max szint. Na, gyertek akkor. Szépen feltöltjük magunkat. Úgy. Mi az? Ez honnan lő? Jó, hogy hátulról is. Gratulálok. Jöjj csak ide. Komám. Mit képzelsz te, hogy hátulról is lövöldözöd itt, ha? Azaz. Gyere csak ide. Hello, Kristóf. Mi a helyzet? Jó. Köszönöm szépen, jó élmények, vizuális élményeket kívánok én is neked. Neked megvan, remélem, hogy megfelelő bitráta is megvan a streamhez, élvezhető. Nem mellesleg, nem bénázok olyan sokat. Hoppá, az most egy kicsit fölgyulladtunk. Mi a helyzet, Kristóf? Hogy vagy? Már megpróbálom majd beiktatni a rendszeres streameket hétvégente. Majd legyen élő is. Even if this doesn't bring her memory back, we'll make new ones together. Na. Hogyha nem is tudjuk visszaszerezni Phoebe emlékeit, majd készítünk újakat. Gondolom közösen. Na. Szuper. A képzettségpontokat azokat csak úgy, mint állat úgy szerezgetjük. Úgyhogy...
Úgyhogy. Na, ami miatt még izgatott vagyok, srácok, azt akartam mondani még, hogy az a... Csak nem erre kell... Erre felé? Tehát az a... Avatar game. Itt majd szerintem egy bosszal meg kell küzdeni. Szerintem az van ott ilyen fátyol alatt. Az Avatar game, a Star Wars game, amit a Ubisoft fejleszt, ez nagyon jó intrója volt. Bár az intrók meg a gameplay is jó volt. Intrókban egyébként jók a Ubiék. Meglátjuk, hogy mennyire lesz jó. Elméletileg open world lesz, aztán majd meglátjuk. Meglátjuk a Starfieldet. A Starfieldtől egy picit félek, őszintén szólva, mert nagyon, nekem nagyon ilyen, nagyon kidolgozottnak és nagyon részletesnek tűnik, és nagy az legyen, hogy olyan sok a beállítás, hogy elveszik maga a játék élménye. És azt... tudjátok, hogy én úgy szoktam játszani, hogy váltogatom a játékokat. Tehát nem szeretem úgy, hogy egyszerre végigjátszom az egészet. És itt is ettől tartok egy picit, hogy ezzel lesz majd probléma. A másik a Cyberpunknak a DLC-je, de előtte szerintem a Cyberpunknak is csinálok majd egy végigjátszást, egy PlayStation-ös végigjátszást. Aztán a Mirage, a Codename Jade-re is kíváncsi vagyok. Elméletileg én úgy tudom, hogy az lehet, hogy PC-re is jönni fog. Bár nem vagyok 100%-ig benne biztos, de lehet, hogy ez jönni fog PC-re is. És mi van még? Pandora, vagy ez a Avatar game, Mortal Kombat 1, mindenféleképp. Egyébként most a Street Fighter is egész jól néz ki, de azok csak ilyen, tudjátok, ilyen laza gémek, tehát ilyen nem egy ilyen story-based játékokról van szó. Úgyhogy ez a rövid terv. Ratchet & Clank feature-t is akarom majd valamikor. Hát sok minden van egyébként tervben, és sok minden kell, hát előbb-utóbb ugye mindenre sor kerül. Á, meg egy pár tutorial videó is terve van még, úgyhogy lesznek tartalmak a jövőben is. Do you remember anything? Cassandra? Yes. That's my name. Could be. De hát azt elmondta neki már. Ez nagyon durva. Ugye a kultusz tagjai gyilkolták meg. Nem véletlenül adta el az emlékeit, mert nem akart rá emlékezni. Bizony, a kultusz emberei voltak. Marcos, Aspasia, meg a rendfőnöke volt, mi? Hello, Pestis, mi a helyzet? Mi a helyzet? Hogy vagy? Ah, bevalljuk, a mi hibánk volt. Nem vigyáztunk rá eléggé. Hogy vagytok ezen a szombat délutánon? Hogy telik a meleg? Hát jó, mondjuk.
Na, helyes. Én most kontaktlencsével próbálkozok, eddig még nem volt, és kicsit még kellemetlen, de lehet, hogy ez majd javulni fog. Majd meglátjuk. És a harmadik napja hordom. Ajaj, tüsszenteni fogok. Visszament. Na ugye, megígértük Phoebe-nek, hogy ő nem ide fog kerülni, és mégis ide került. Hát azért ez eléggé necces, de még szerintem helyrehozhatjuk. Kérünk majd egy szívességet, valószínűleg Hades-től. Phoebe, you've been through a lot, and you've never met your parents. It's okay to be nervous. I was nervous to meet mine. I wouldn't be nervous. Na, toljuk az Assassin's Creed-nek a DLC-jét. Ah, ilyen szép 60 FPS befut, nézzétek a sarokból, lehet látni a számlálót. Egyébként ez tényleg jól van optimalizálva ez a játék. Persze, hogy várom, hát ne viccelj már, hogy ne várnám a mirást. Csak ne roncsák el. Na, nélkülözés fejszéllyel. Kaptunk egy fejszét, de nem fogjuk használni. Csak a legendás eszközöket használjuk. Én ilyen snob vagyok, ilyen legendás eszköz snob. Azt mondja, hogy 10-es skálán mennyire? Hát, mondjuk ilyen óvatosan várom egy olyan 7-esre. 7-esre várom. Persze nyilván szeretném már, hogy itt legyen. Sőt, szerettem volna, ha már tavaly megjelenik év végén. És akkor most lehet, hogy kaphattunk volna egy másikat, de mindegy. Na, azt mondja, térkép. Először is azt mondja, ez itt egy... Ott volt még egy kincs, ezt nem végeztük el, de itt van egy ilyen kapu, egy ilyen fátyol kapu, ahova majd szerintem később vissza tudunk jönni. Jó, egyelőre akkor visszavisszük Phoebe-t. Na, úgy. A büszke spártai. A büszke piszke. Azaz. Hát viccelsz? Nem fogok már egyszerű. Az mi volt ott? Hirtelen bementem az ellenséges területre. Na várjál már, akkor ott van még egy... Jó. Oké, és... Ha. Oké. Földerítjük már itt a terepet. Na, és te várod már? Az Assassin's Creed mirást. Mr. Pestis. Áruld már el nekem, hogy várod-e már-e. Kapta. Ezek már így fogjuk, innen föntről. Büszkén csináljuk. Itt is van. Érdekes, hogy ezek ilyen 58-as szintűek. Várjátok csak. Zseniális. Ez a képessége elképesztően jó. A főleg ilyenekre jó egyébként. Kyklops. Relax. We're not going to hurt you. But we need to know what happened here. Those thugs followed the Cyclops of Kefalonia to their graves. And now they follow him in the underworld. Mm-hmm. Sent them through here, looking for a girl. The man with one eye.
A leg, ő volt a legelején, ugye az első főellenség, úgymond főellenség, hát az első ilyen kultusztag. This is Phoebe. So you are, my dear. I loved your parents as I loved my own. They hid here with me and told tales about the great warrior Phoebe who sailed to Elysium. Na, jó lesz egyébként. Emmel is a Star Wars játék is elméletileg elég jó lesz. Hát, jó, csak ne legyen olyan, tele olyan bugokkal, mint a Unity. Akkor jó lesz. Tényleg. Igen, a Unity-nek az engine-je lesz benne. Elméletileg. Valami hasonló parkour rendszer lesz. Meglátjuk egyébként, mennyire lesz jó. Ezek a, azok a bombák tetszettek, tetszett a smoke bomb is, tetszettek a, azok a bombák, amik ilyen poison bombák, azok is jók voltak. Hát az egy tipikus lopakodós játék lesz, én szerintem. Szerintem a Unity is az volt, tehát ott se lehetett így bumbele, mint például ebbe a játékba, meg a, meg a Valhallába. Ma meglátjuk, meglátjuk. Na, minden esetre nagyon várom már. The gates to Elysium are open, but you know the Cyclops. He won't stop until he gets what he wants. We have to deal with him. What about her? She's a friend of my parents. Ja, ja, ja. A Celt, az összes Celt. Igen, nyilván a... Még a Syndicate is ilyen szeltes jellegű volt. Tényleg a Syndicate-et nem is játszottam, és srácok, itt streambe. Lehet, hogy azt is elkezdjük majd valamikor. Mit magyaráz? Ez micsoda? Valami titkot árul el, vagy mi? Ezt még nekünk se szabad tudni. Oké. Na. Akkor nézzük meg. Térkép. Akkor most már szinkronizáljuk be ezt a gyors utazási pontot, és akkor utána mehetünk azért tovább. Igen. Igen, most van annyi időnk, hogy fölmenjünk a palota tetejére. Egy fél órás mászás. Na várjál, de az melyik skill? Amikor ez a Unity-be volt? Mint hogyha oda teleportált volna? Ez melyik AC-be van? Ez a skill, amit most használtam, erre gondolsz? Mert ez olyan, igen. Ja, Mirázsban? Hát azt majd meglátjuk ott, milyen képességek lesznek. Egyébként volt egy nagyon rövid gameplay videó is, meg az eszközökről is volt benne szó. Persephone volt, tényleg ő volt az előzőnek a... Tudtam, hogy valami P betűs volt. Látok, mert itt valami izé van. Ez itt valami ellenséges terület. Élharcos. Élharcos. Tök jó, hogy ilyen majd... Jaj, és tudjátok, tudom már, mi van még. Tudjátok, hogy a God of War-nak augusztus végére jön a magyar szinkronja? Mármint az első részének. Szinkron sarok az... augusztus 22-én debütál a... God of War magyar szinkronja. Az milyen durva egy játékot magyar szinkronnal játszani. Várjál, mert ez itt ellenséges.
Az ott micsoda? Ja, itt egy másik küldetés. Jó, okés. Kiiktatási terület. Ki kell iktatni valakiket? Mi ez? Mi ez a sok ember itt? Ja! Hát mit akarsz te? Most a izékkel vagyunk. Na mi van? Gyertsik le! Hoppá! Azt hitted, mi? Gyere csak ide! Aha! Ki kell iktatni őket, értem. Hát, már nincsen sok belőlük. Kiiktattuk. Köszi srácok, szép munka volt. Hol van? Ott van. Fölmászunk erre a nőszemélyre, aztán beszinkronizáljuk. Na, azt mondja. Ja, úgyhogy az tényleg nagyon durva lesz. És nagyon jó a szinkron. Tehát amit láttam így játékmenetet belőle. Úgyhogy... Hát gondolkodom rajta. Ugye ezt mi PS5-ön játszottuk. De úgy ment a végigjátszás. De csak egy sztori végigjátszás lehet, hogy megérne ez a szinkron. Az... Én sem mindig figyelek oda, amikor játszok, de ugye maga... ugye maga a szöveg az azért segít. Na, azt mondja, itt van valamilyen küldetés, ez micsoda? Igen, védd meg Hadész palotáját. Aha! Szóval akkor itt van még három ilyen... Szóval három ilyen esemény van itt per pillanat, és utána hopp, na mi van? Na gyere! Közben váltottam. Na csak belejövök ebbe a harc mechanikába. Ennyi volt? Vannak a többiek. Ott harcikálnak. Na milyen szép nagy gyerek ez. Ennyi volt. Hol lehet még? Ott lent. Ez lesz a harmadik? Mit gondoltok? Szerintem ide nem szabad bemenni. Ja. Hát figyelj, én nem tudom, hogy lesz-e folytatása neki. Azért nem tudom, mert még nem végeztem a... Még nem végeztem a második résszel, ami most jön a, szerintem a final csata. Úgyhogy... De Asgard ellen fogunk harcolni. Nem tudom, őszintén szólva. Na, itt is vannak, enemik, hello. Ez persze azt hitted, mi? Na. Mindenki ég.
Angard? Azt hiszed? Gyere csak ide. Hú, ezek a lángoló kövek, ezek nagyon jól néznek ki. Na. De ha már a Cerberust legyőztük, akkor... akkor mindent. Na. El Pinor! You're the last person I want to see. Of course, of course. Our parting terms were less than amicable. You sent me to kill my father and tried to kill me. Which I now regret deeply. Seeing the underworld torn apart by chaos has shown me the error of my ways. If you think after everything you did, nem hiszük el, hogy megváltozott, ne viccelj már, mi milyen dolgokat csinált. I promise I can prove it. What a mess. Elpinor, I expect this to be cleaned up. Of course. Kura. Fel kell takarítani. The mongers attacks while you're at it. The mongers here too? The monger escaped Tartarus. He's monger. Cult's work by recruiting other escaped prisoners as they exit the rifts. I've seen them. They put up a good fight. We've captured one of them, but he won't tell me where the monger is hiding. Threatened him, perhaps? What makes you think I'd help you? Hades and I are close, and you need him to teach you about your... Közel állnak egymáshoz Hadésszal, ha? Ha? I'll appreciate this, Cassandra. As we die, of course. Fine. But I'm doing this for myself. No. By Zeus! Not you again, Elpinor. I've heard enough of your spineless posturings to last two lifetimes. Sounds like you and I are on the same side. I can't stand Elpinor either. A közeljövő az elég izgalmas lesz. Az évben még jönnek szerintem jó dolgok, úgyhogy... mindenképp érdemes. Egy csomó olyan játék van, amivel még nem is játszottam. És nagyon-nagyon szeretnék, és meg is vannak a játékok. All right, fine, fine. If only to shut you up. He's hiding out in the lost temple of Nyx. You'll never be able to take him down anyway. Exceptional. I've been tracking the monger from the moment the rifts appeared. There's just one problem. The lost temple of Nyx is behind the veil. The veil? Since Cerberus was killed, it spilled out into the underworld. The veil of Tartarus was created to keep out living mortals so that only those beyond redemption could enter the prison of the wicked. Which means you'll make it through just fine. But Charon said I would need armor. Yes, the armor of the fallen. Páncél kell nekünk. So we can both infiltrate the monger's hideout. Charon already told me. Nos, a kérdés az, hogy csak úgy tudok bemenni, hogyha az összes alkatrész megvan a páncélhoz. Rest assured, I will help you find the gauntlets. Meet me at Kronos' treasury. Okay. Na, azt mondja, hogy Kronosz kincstárában találkozzunk, mondta Elpinor. Halál és becstelenség. Nézzetek, milyen szépen felfedeztük már ezt a régiót itt. Na, segítsünk Fibinek. Mi ez? Követés. Azaz. Segítsünk Fibinek, azért mégiscsak olyan, mint hogyha a lányunk lenne. Várjátok, megvan az a képességem most már? Nem fogok meghalni, ha leugrok innen? Azaz. Hm.
Ugye még nincsen ilyen gyors utazási pont, tehát nem nagyon tudok utazgatni. Csapkodom a földet. Kutya fülit. Azaz. Szóval izgalmasnak ígérkezik az elkövetkezendő néhány hónap. Most nyilván van most egy kis szünet. Ugye játék megjelenésekben. Hát gondolkoztam a Diablón is egyébként. De én az a helyzet, hogy a többi Diablóval nem nagyon... Hát játszadoztam, de nem voltam ilyen nagy fan, mint az... tehát így... A sztori szempontjából a Diablo szerintem egy nagyon jó játék, de... Én nem tudom. Gondolkodtam rajta, nagyon szép a grafikája is, de csak az, amikor 86 millió billentyű kombináció egymás utánban merejt, nem tudok átmenni. Ja, egyel arrébb. Nem is lehet, nem is kell átmennem, várjál csak. Nem kell átmennem. Az olyan, mint a World of Warcraft. Tehát, hogy... azt se feltétlenül... játszanám. Persze játszottam vele. De nem a... nem azzal a... verzióval, amivel ilyen online lehetett haverokkal játszani, hanem... hát milyen lamba játszottunk egymással. Final Fantasy, igen, erre gondoltam a Final Fantasy-re, csak én meg nem, a Final Fantasy-nek az előző részeivel nem játszottam, és mert itt van valami. Ott van valami bossika. Kés. Oké. Okay. Itt azért vannak. Srácok. Hát akkor ide jöttünk egyébként. Jó. Kérdés az, hogy... ugye a Shadow Mix Ability, amivel így ládolatlanná tudok válni, azt most azért nem akarom használni, mert úgy nem lenne már érdekes a játék. Na várjál, az... ott van. Ott van a boss. Á, tudom ám már, mik azok a bosszok, emlékszem már rá. Jó, na most ezt a kettőt csak úgy tudom meggyilkolászni, hogyha itt átváltoztatom magamat élő holttá. Szóval akkor kerüljünk egy picit. Jó, á, igazából csak annyit fogunk lopakodni. Aztán rögtön belecsapunk a lecsóba. Jó. Várjátok, mert ha ez trükkös, mert nézzétek csak, azok a szaggatott vonalas figurák, azok meg szintén másik dimenzióban vannak. Ha, nagyon trükkös. Kis ez megvolt. Ki van még? Ő van még itt. És... oké. Okay. Na, akkor szépen. Úgy. Azaz. Na, oké. Okay. És akkor nézzük meg... hol a másik ürge?
Ott van fönt. Közelebb kéne jöjjön. Az jó lesz. Nem jön közelebb. Gyere csak közelebb. Na jó, kezdjünk bele. És megvan. Egy csárt. Hopp, valaki lő oldalról. Csak ide. Ez el fog égni, mondom én. Jó, van még itt valaki? Mondjuk ez azért egy elég nagy nehezítés, hogy fél élettel kell játszani. Na gyere ide, komám. Ha. Hol van Phoebe? Hopp. Na gyere. Hoppá, ez valami, valami rendtag volt itt. Nem is egy van itt. Azt a... Na, az a jó, hogy egyébként az ultiba. Köszi szépen, Pest is, hogy itt voltál. Találkozunk legközelebb. Szép napot kívánok neked. Hát a többi részét meg majd a vodon vissza tudod nézni, azt most még egyelőre nem tudom, hogy pontosan mikor lesz, mikor fog felkerülni, mert eléggé előre be vagyok ütemezve. De majd meglátjuk. Hogy pontosan mikor kerül fel. Itt van még egy láda. Aha, azt a ládát az mindenféleképpen, mert az XP-t ad, hogyha... Hogyha... Úgy... Csinálom. Oké. Na, készen vagyunk. Temenoszba megyünk. Meg nem történté tenni, ami megtörtént. Azt a... Szóval a Final Fantasy is egy jó ötlet egyébként. Lehet, hogy elkezdjük. Nem tudom, hogy úgy érdemes-e belevágni, hogy még nem játszottam az előzményekkel. Vagy az is lehet, hogy ezt elkezdem, ezt a Final Fantasy-t, és nagyon megtetszik, és akkor elkezdek játszani a többivel. Azt hallottam, hogy van benne ilyen kezdőmód is. Nem kell olyan sokat foglalkozni a különböző kombókkal. Várjátok, mert itt valami enemy. Enemik vannak, meg olyan vibráló árnyékok. Bevibrál valami. Hopp, hopp. Remélem az nem grafikus kártya error. Most frissítettem drivert rajta. Nem tudom, ez a... mi ez? Hol van a... Ja, ott van. Ott van. Ott van az ürge. Ott vannak még lent. Úgy. Jó. Na. Hát
Ó, imádom. Ó, bundi. Á, nem, ez szerintem ez csak valami beállítás. Szerintem ez valamilyen beállítás. Azért villog ez itt nekünk. Azt szerintem nem tudja lerenderelni, szerintem valamit ezek közül a fényeffektek közül, és azért egy-két dolgot szerintem lehúztam a beállításokba, és szerintem az lesz a ludas, hogy nem tökéletesen adja vissza. Na nem is ide kellett jönni? Igen. Száz méterre. Arról jöttem, nem? Ha, lehet, hogy erre kell tovább menni. Igen, itt a fényhatásoknál van. Ebből is gondolom. De 60 FPS-t az tartja, azért az... szép. Meg így jó is vele játszani. Szevasztok! Ilyen két-három ütés kombót szoktak csinálni egyébként. Na, belejöttünk a harcba. Kis buggy volt az elején, a Cerberossa, de... utána már most már működik. Minden tökéletes.